Először petíciót írtak, hogy ne valósuljon meg. Most csak nem mindenki egyetért az elképzelésekkel. Megvannak a napsugársétányi játszótér felújításának új tervei. 10 éves a budaörsi olvasókör, már 120 összejövetelük volt. A vezetőjét Tóth Zoltánt várjuk a stúdióban, aki választási szakértő is, így az országgyűlési választókerületek tervezett átalakításáról is kérdezzük. És a látássérült egyesület használta, most az Esély Szociális Társulásé lesz. Felújítják a Szivárvány utca 5-ben az önkormányzati helyiséget. Hétközben, szerdán jó estét kívánok! Ma megbeszéljük majd a ciklus utolsó testületi ülésén történteket. Nagyjából fél óra múlva kezdődik a Konkrét című műsorunk, ajánlom a figyelmükbe. Most kezdésként viszont arról, hogy már kész is lenne, de még el sem kezdődtek a napsugársétányon a játszótér felújítási munkálatai. Az első tervekkel ugyanis sokan nem értettek egyet. Azt szerették volna szülők és ott élők, hogy a mesterséges gumiburkolat helyett a szabványoknak ugyanúgy megfelelő, természetes anyagokat használjanak a kivitelezők, és maradjon meg a szabad gyep mérete szaladgálása. Az önkormányzat meghallotta a kéréseket, átterveztették a felújítást. Az új elképzelésekkel pedig úgy tűnik, hogy a többség már egyetért. Azokat egy fórumon mutatták be a Városházán. A rendkívül népszerű Patkó utcai játszótérhez hasonlóan a napsugársétányi játszótéren is lesz illemhely, pelenkázó és vizes játék is. A fejlesztési tervek ezen részeivel mindenki egyetértett, azonban az első tervek egyes elemeit megváltoztatták, ugyanis többen jelezték, hogy környezetbarátabb megoldást szeretnének az eredetileg tervezett burkolatok helyett. Először is egy olyan játszótérterv került kidolgozásra rekonstrukció gyanánt, ahol különböző tematikával kezdtem el a tervezést így az adott térrészre. Mind a kettőnek ez volt az alapja, hogy esés csillapító burkolat gyanánt gumiburkolat került kiválasztásra, a tematika gumiburkolat dizájnként jelent meg. Ez volt az, ami annyira nem tetszett az itteni lakóknak, nem fogadták túl nagy örömmel, és kérték azt, hogyha van rá mód, akkor egy ökológikus tematikájú játszótér az, amit kapjanak, hiszen ők a használók, akkor feleljünk meg ugye ennek a kitételnek. A Városháza tanácstermében megtartott legutóbbi lakossági egyeztetésen a gumiburkolat így már nem szerepelt a tervek között, és másik két megoldási lehetőséget vázoltak fel a tervezők. A környezetrendezési koncepcióterv 2 verzióban került kidolgozásra. A verziónak az alaprajza az lényegében megegyezik egymással, a különbség az a játékeszközök, illetve azoknak az elhelyezkedésében rejlik. Az első koncepciótervben 10 játék került feltüntetésre, mind a kettőről elmondható az, hogy a meglévő gravitációs körforgó játék elem az integrálásra került, illetve a térnek a déli részén hintajátékok, hintaágyak, rönkjátékok találhatók. Az A verziójú koncepcióterve az, ami mászósziklával, illetve egy 5 pluszos korcsoport számára betervezett játékvárral rendelkezik. A második koncepcióterven kihelyezésre került egy olyan játékvár, ami alapvetően újrahasznosított műanyagelemekből van felépítve, viszont sajnos ennek a játékvárnak az esési tere az olyan hatalmas, hogy a mászószikla ebben a koncepcióban nem kerül kihelyezésre. Ami külön kérés volt a legutolsó lakossági egyeztetésen, az a homokozónak a területe. A homokozó területe az eredeti helyen található. Egy kicsit növeltem a térnek a felületét. Igen, ez az a játékeszköz, ami cserére került. A tervek ismertetése után a lakossági egyeztetésen a jelenlévők elfogadták az A tervet. Azaz naturfa burkolatú berendezési elemek kerülnek majd kihelyezésre, illetve megmarad a mászószikla is. Így ezután elkezdődhetnek végre a játszótér felújításával kapcsolatos további teendők. Most gyakorlatilag egy kiviteli tervet kell elkészíteni. Mikor a kiviteli terv elkészült, akkor az nagyjából költségbecsérésre kerül, és utána egy közbeszerzési eljárás fog elindulni. Annak a ideje körülbelül 6-8 hét, és addig szeretnék eljutni ebbe az évbe, hogy a közbeszerzés alapján
kiválasztott kivitelezőt megtaláljuk, a szerződés még ebben az évben meglegyen, és akkor attól függően, hogy a jövő évi tél milyen lesz, ha olyan, mint az idei volt, akkor nyugodtan lehet dolgozni, ha mondjuk keményebb, akkor esetleg később, február végén lehet elkezdeni, de az mindenképpen biztos, hogy jövő év nyarára, május végére kész lesz a játszótér. A lakossági egyeztetésen a tervezők ismertették azt is, hogy a koncepció módosításával párhuzamosan újabb környezeti nevelési elemek is kidolgozásra kerültek a játszótér fejlesztése kapcsán. A természetesség jegyében kidolgozásra került egy mezítlábas ösvény a bejárathoz közeli részeken, illetve elhelyezésre kerültek olyan egyedi rovarhotelek, egyedi térjelző elemek, aminek a kidolgozását koncepciótervi szinten megvitatnám. Olyan táblákat terveztünk, amelyek az évelőfelületekhez kerülnek kialakításra, ez egyaránt edukatív a felnőtteknek és a gyermekek számára, illetve oszlopos elemek kerülnek kihelyezésre, amelyek nem csak rovarhotelként kapnak helyet, hanem tájékoztató oszlopként is funkcionálhatnak itt a játszótéren, illetve korábbi koncepciótervben is nagy hangsúlyt fektettünk a tanítótáblákra, így ezt ebben a koncepcióban is megtartanánk. Ez fokozza a játszótérnek a játékosságát, illetve növeli az edukációt. A módosítások mellett a tervezői alapkoncepció megmarad. Modernizálják a játékeszközöket, és a sok újdonságnak köszönhetően több korosztály is találhat majd itt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Ma esti vendégünk Tóth Zoltán, Budaörsön élő választási szakértő, aki a Budaörsi Olvasókör vezetője is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 10 éves az Olvasókör, 120 vendégük volt már, és rengeteg összejövetelük. Erről is beszélünk majd, meg egy könyvről, amit egyébként ön írt, és ami itt van a kezemben. De kezdjük a választással. Azt lehetett olvasni az elmúlt hetekben, hogy a kormány a választókerületek átalakítására készül, mert hogy Budapesten például csökkent a lakosságszám, Pest vármegyében pedig növekedett. Csak erről van szó? Nem, mindig. Minden választási törvénynél azt kell megkérdezni, hogy mit akar elérni a kormánypárt. Ennek két célja van. Az egyik, hogy Budapestnek csökkenjen az egyéni választókerületeinek a száma, épp azért, hogy kevesebb képviselő kerülhessen Budapestről a parlamentbe. Mert hogy ott az ellenzék erős. A másik a választási földrajz. Ugye 1835 óta egy gerrymanderingnek nevezik egy korabeli republikánus képviselőről. Ennek az a célja, hogy a legutóbbi választás szavazóköri eredményei alapján úgy módosítsák a választókerület határait, hogy a többség a kormánypárt számára biztosítható legyen. Most éppen ez folyik egész Pest megyében, mert itt 7 egyéni választókerületi határt akarnak módosítani, hogy biztosan győzzenek itt a fideszes jelöltek. Ezzel el lehet azt érni, hogyha mondjuk 50%-nyi szavazatot kap a leadott szavazatokból az egyik erő, és 50%-ot egy másik erő, akkor mégis az egyik erőnek sokkal több képviselője legyen az országgyűlésben? Így van, mert az a cél, hogy minél kevesebb szavazattal, minél több mandátumot lehessen szerezni, és ez a választási földrajzat, ez egy szakmai eszköz, amit az emberek úgyse értenek meg, hogy mi ez, így aztán a kormányok ezzel élni szoktak. De akkor erre egyetlen egy módszer van, nem 50%-nyi szavazatot kell megszerezni, hanem 60%-nyi szavazatot valakinek, és akkor biztosan nyer. Igen. Ez egy nagyon jó módszer, csak akkor az a kérdés, hogy ki szerzi azt a 60%-ot. Jelen pillanatban nem a Fidesz szerezne 60%-nyi szavazatot. Na akkor, hogy ne csak a választásról beszéljünk, már a kezemben van ez a könyv. Az a címe, hogy a szerelem folytatása a szeretet vagy gyűlölet. Igen. Ezt ön írta a feleségével együtt. Van. És ez arról szól, hogy a párkapcsolat hogyan alakul az évek és az évtizedek alatt? Így van. Ez ugye az embereknek a leghétköznapibb és legelterjedtebb együttélési módja a párkapcsolat. Ez azonban az évezredek során nagyon sokat változott a jogi formáit, illetően a szokásokat, a család nagyságát, méretét, hiszen ugye az ókorban még a rabszolgákat is, akik a család tulajdonában voltak, a család tagjának tartották, hiszen enni adtak nekik meg inni,
Mára ugye ez teljesen megváltozott, és szakszóval élve a nukleáris család, tehát a két szülő, két gyerek, ez alkotja igazából a család fogalmát. Bár itt a politika mindig kalandozik, ugye most is ugye a Fidesz család programja legalább 3-4 gyereket vesz bele, és feltétlenül két ellentétes nemű embert. Úgyhogy fantasztikus módon változnak a szokások. És egy erős szerelemből lehet aztán szeretet is, meg gyűlölet is? Így van, pontosan. Mind a kettő lehetséges, sőt a statisztika azt mutatja, hogy mivel a házasságok 50%-a, sőt már egy kicsit több mint 50%-a válással végződik, és a válásokról köztudott, hogy nem a szeretet jegyében történnek. Ha másért nem, akkor a vagyonon, vagy közvetett módon a gyerek útján a vagyonról szólnak a válások, ezért az emberek jó része meggyűlöli egymást. Most ha hozzávesszük, hogy a párkapcsolatoknak csak a kisebbsége az, amely házasságba végződik, és a házasságok fele válással végződik, hát akkor ez elég egyértelmű, hogy bizony a gyűlölet a mindennapi együttélések részévé válik. És magunkkal hordjuk, vagy magunkkal, hát mi nem, mert mi 50 éve vagyunk házasok, de nagyon sok ember ezt magával hordja. Lehet tanulni is a könyvből, hogy ne alakuljon ki a gyűlölet? Vannak erre receptek? Nem receptek vannak. Az a bulvársajtónak a dolga, hogy recepteket adjon. Mi egy tudományos fogalmi apparátust hoztunk létre, interdisziplinárisan, tehát az orvostudománytól a pszichológiáig, a művészetek minden ágát, tehát a szobrászattól a fényképész művészetig minden ágát belevontuk, az irodalmat, a verseket, és hát nem utolsó sorban közéleti embereket, akik gyakorlói az emberi szeretetnek, illetőleg hát a gyűlöletnek a feloldói. Ezért például 4 igen jelentős egyházi személyiség szerepel a könyvben. Az ezekkel készült interjúnak a könyvben én, ahogy belenéztem, csak az interjú kivonata olvasható, tehát egy rövidített változat, de van mindegyiknél egy QR kód is. Ha ezt beolvassuk a telefonunkkal, akkor a teljes interjút elolvashatjuk, vagy videóformátumban is megnézhetjük? Videóformátumban a teljes interjú megnézhető és hallgatható természetesen. Tehát igyekeztem a print és az elektronikai felhasználás műfajait egyesíteni, és egy könyvbe összehozni. Mit támasztanak el ezek az interjúk, vagy miben segítenek? Azt, hogy hogyan tudunk... A szerelem ugye az egy önkéntelenül keletkező emberi érzés, azt akaratilag nem lehet, vagy csak egészen kivételes esetben lehet befolyásolni. Azonban, hogy ez mivé alakul, szeretetté vagy gyűlöletté, arra igenis ráhatása van az embereknek, és ehhez a művészetekből meríthetünk, és a tudományból. A könyv címe tehát az, hogy a szerelem folytatása a szeretet, igen, vagy gyűlölet, és utána egy kérdőjel, illetve, igen, egy felkiáltójel. Hol lehet hozzáférni ez a kiadványhoz? Ez könyvesbolti terjesztésre nem kerül, és magánkiadásba készült, mégpedig azért, mert ez nincs a könyvnek ára, hanem aki jótékonyságra akar fordítani valami összeget, az 3 vasárnapi gyerekebédnek az árából megkaphatja a Budaörsi Olvasókörben. Mi feltalálhatóak vagyunk a könyvtárban, ott már egyébként hozzáférhető. A könyvtárban, ahol mostanában tartják ugye a rendezvényeiket, igen, de összességében, ahogy kezdtem is a beszélgetést, 10 év alatt 120 rendezvényük volt. Így van. Mire a legbüszkébb ebből a 10 évből? Arra, hogy van olvasókör, vannak, akik rendszeresen olvasnak, és meg is osztják az olvasási élményüket, vagy eljönnek erről beszélgetni? Így van, eljönnek erről beszélgetni, és akár a korabeli olvasmányokról, ugye éppen tegnap volt egy olvasókör, ott már felemlegetésre kerültek a mi korábbi vendégeinknek az újabb könyvei, verseskötetei, regényei, és hát erre nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült terjeszteni Budaörsön az olvasásnak az élményét. Azt nem mondom, hogy mindenhova eljutunk,
de hát például a jótékonysági főzési akciónkat is arra használjuk fel, hogy terjesszük a könyveket. Tehát ezért mi örömmel veszünk, ha hoznák nekünk könyvet, és ezt mi eljuttatjuk például a lakótelepen működő Buláke, ugye a vakok és gyengénlátóknak a itteni szervezete, könyvespolcára, mi rendszeresen viszünk könyveket, de adunk iskolásoknak, vagy aki erre éppen igényt tart. Igen, mert a Buláke ugye csinált egy ilyen szabad könyvpolcot, így hogy oda lehet vinni is könyvet, meg onnan lehet hozni is könyvet. Ingyen. Így van. A 10 év alatt hogyan változott Budaörsön az olvasási szokás? Van erről valamilyen statisztika vagy megérzés? Mert nyilván a leképezése az olvasókör. Azt tudom mondani, hogy egyre inkább sokszínűvé válik a budaörsi olvasókör, ha úgy tetszik, ideológiai szempontból. Ez mit jelent? Tehát azt, hogy növekszik a türelem az embereknek egymás iránt, ha megbeszélhetik azt, hogy ki melyik könyvet szereti, milyen olvasmány élménye van. Sőt, ugye bizonyos írók, költők, közéleti emberek erősen megosztják a közvéleményt, és erről is tudunk egyébként nyugodt hangon szót váltani. Tehát a türelem az egy nagyon-nagyon fontos elem, és hát emellett ugye számunkra nagyon fontos, hogy Budaörs egy fejlődő város, még akkor is, hogyha a kormány ezt anyagilag nem támogatja. Ugye ezeken a rendezvényeken beszélnek épp úgy mondjuk egy verseskötetről, mint egy közéleti politikai kiadványról, és vendégeik között is vannak mondjuk politikusok. Igen. Minden oldalról? Igen, természetesen, de ezekkel szemben türelmesnek olyan vitastílust kell választani, amely kifejezetten elfogadó a másik oldalról elhangzó racionális érvekkel. Tehát nálunk az nem divat, hogy zsigerből nyilvánítunk véleményt, mi nem egy Facebook oldal vagyunk, ahol mosdatlan szavakkal lehet szidalmazni az ellenfeleket. Említette, hogy jótékonysági főző programjuk is van, rendszeresen főznek a Dankó utcai konyhán megjelenő. És a heti betevődnek. Igen. Így van. Minden olvasóköri tag részt vesz ebben valahogy? Mondjuk akik nem tudnak főzni, ők krumplit pucolnak, vagy viszik az ételt? Ez nagyon jó, de olyan emkös vannak, akik el se jönnek, azonban pénzügyileg támogatják a jótékonysági tevékenységünket. Tehát nálunk minden ember talál olyan módszert, amivel hozzájárulhat a közösségi szolidaritási érzés megvalósításához. Túl vagyunk az olvasókör első 10 évén, és akkor a szavai szerint ez egy sikeres 10 esztendő volt. Igen. A következő 10 esztendőre milyen tervek vannak? 120 újabb program, 120 újabb meghívott? Valamennyire igyekszünk alkalmazkodni az idő múlásához, ezért például egyre több úgynevezett nyári kirándulásokat szervezünk, tehát hogy színesítsük egy kicsit a programot, másik oldalról pedig új irányokat is szeretnénk nyitni. Az egyik ilyen sorozat, amiben gondolkodunk, az az intelligens média használata, tehát hogy hogyan tudunk bekapcsolódni a világ legújabb technikai folyamataiban, és az IM-et ennek útján terjeszteni. Hát pedig tulajdonképpen bekapcsolódtak az olvasókör tagjai, mert a pandémia alatt is tartottak összejöveteleket, csak számítógép, illetve mobiltelefon segítségével. Igen, akkor ez kényszer hozta, hogy személyesen nem találkozhattunk. Most azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a könyvtárat is bekapcsolni az internetes média világába. Meglátjuk, hogy mire jutnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. A Budakörnyéki Látássérült Egyesület használta, de már nagyobb helyre költöztek. Ezért megkapja az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ a Szivárvány utca 5-ös számú házban az önkormányzati helyiséget. Azonban csak a felújítás után a munkákra 46 millió forintot költ az önkormányzat. Az utolsó simításokat végzik már a Szivárvány utca 5-ös számú társasház földszinti iroda helyiségeinek a külső homlokzatán. Belüli szinte teljesen kész van már minden, így egy-két apróbb igazítás és a takarítást követően indulhat is a műszaki átadás átvétel a felújított létesítményben.
Az elmúlt évtizedekben három szervezet is használta közösen, egyrészt a házi orvosi rendelők, másrészt az esély szociális társulás, és harmadrészt a Buláke, a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesülete közös használatban. Ugye a közös használatnak az előnyeivel és hátrányaival együttesen voltak azért ebből surlódások is az intézmények között. 2004-ben egy átfogó felújítást követően kapott helyet ebben az irodában a Buda környéki látássérültek egyesülete. Akkor még közvetlen átjárás volt az irodából a rendelőbe. 2009-ben, miután a Buláke kinőtte a helyiséget, átköltözött a Patkó utca 7-es számú központjába. Itt csak a szociális irodájuk működött tovább, de a létesítményt már közösen használta az Esély Szociális Társulás támogató szolgálatával. 2023-ban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a Buláke számára biztosít egy önálló helyiséget a Patkó utca 1 szám alatt, így a három használóból egy eltávozott, és maradtak ketten, a házi orvosi rendelő, illetve az esély szociális társulás. Közben azért a magának a helyiségnek a műszaki állapota is elromlott, vagy megviselte az idő, ezért az a döntés született, hogy egyrészt a használathoz igazítjuk az alaprajzi területeket is, abszolút külön választjuk a két feladatot, és az a együttélés az megszűnik az elkövetkezendő évek során. Ennek keretén belül történtek meg az alaprajzi módosulások. A bruttó 46 millió forintos kivitelezés idén júniusban indulhatott el. Először a rendelő és az iroda közötti átjárást szüntették meg, majd hozzákezdtek a korszerűtlen nyílászárók cseréjéhez és a belső helyiségek kialakításához. A munkákkal a tervezett határidőre végeztek. Nyílászárókat nyitottunk, nyílászárókat falasztunk be, és teljes egészében a leválasztásra került a háziorvosi rendelő. Olyannyira, hogy még a közös légtér is megszűnt, tehát a álmenyezet feletti részeken is megtörtént a leválasztás, tehát az elszívó berendezések és az elszívás is külön rendszerre került. A felújítás során értelemszerűen a burkolatok is felújításra kerültek, az akadálymentes mosdónak a kialakítása is megtörtént és felújításra került, illetve a külső homlokzaton a hőszigetelést is elvégeztük egyúttal ennek a munkáknak a keretén belül. A befejező stádiumában van jelen pillanatban, a műszaki átadás átvétel kezdődik meg a napokban, és reméljük, hogy pár nap múlva át tudjuk adni az esély szociális társulásnak, illetve hát a házi orvosi rendelő az korábban is működött, illetve felújítás alatt is működni tudott, bár némely időszakban jelentett problémát a betegek számára, főleg amikor a váróhelyiség leválasztása történt meg, akkor ez egy kis kellemetlenségeket okozhatott. Alapvetően ugye egy átfogó koncepció alapján újult meg itt több olyan helyiség, ahova az esély költözhetett. Mit lehet tudni, hogyan osztják föl, vagy mire fogják hasznosítani ezt az új irodát, és hogyan illeszkedik bele ebbe az irodahálózatba, ami itt most már kialakult a Szivárvány utca környékén? Hát én gondolom, miután itt a Szivárvány 3-ban két helyiségük is van, egyrészt az eredeti, másrészt a valamikori kisposta helyiségét is megkapták. Gondolom, hogy továbbra is a támogató szolgálatokat kívánják hasznosítani. Ami nagyon fontos, hogy nem volt kialakítva a dolgozók számára egy tisztességes munkakörülmény, mert a WC-be vagy a mosdóba történt a mosogatás, tehát ezek is megszűntek, egy kis teakonya került kialakításra részükre vagy számukra, úgyhogy abszolút kulturált körülmények között tudják a munkájukat végezni. A műszaki átadás átvételt követően az irodában 4 kisebb helyiségben 6 munkaegységet alakítanak ki. A támogató szolgálat előre láthatóan októbertől kezdheti majd el itt a munkát. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja szerdán este. Most néhány perc múlva kezdődik a Konkrét című műsorunk. Megbeszéljük a ciklus utolsó testületi ülésén történteket. Egy BFS és egy Fidesz-KDNP-s képviselő lesz itt a stúdióban néhány perc múlva. Várom Önöket vissza!